De nem akarom, hogy azt gondolják az emberek, hogy ez mindig, mindenhol, mindenkinél így van, mert hogy kurvára nem. Tehát elérkezik már az a szint az életében egy influencernek, amikor tényleg csak azt számít, hogy csilingeljen a kassa, és tényleg bármikor kilő egy Burger King-es hamburgert a pinájából, bárki, hogy... Sziasztok! Köszöntünk mindenkit itt az Influencer Podcast 3. epizódjában. Ismét hatalmas izgalmaknak nézünk elébe. Itt van velem Sátori Karolina. Hello! És Farkas Dániel. Üdv mindenkinek! Én pedig Sápi Márton vagyok. No, hát levent két adásunk, itt volt az elsőben Viszkok Fruzsi, itt volt Magyarósi Csaba, és hát a mai adásban is lesz egy rendkívül izgalmas vendégünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon szókimondó, és különleges beszélgetésnek lehetünk majd a fültanú, hiszen Osváth Zsolti fog érkezni hozzánk, de előtte nézzünk bele, hogy milyen iparági aktualitások, hírek mozgatták meg Dani barátunk agyát az elmúlt egy hétben, két hétben. Na most én úgy döntöttem, hogy elevezünk egészen Ázsiáig, és Ázsiából hoztam két nagyon izgalmas hírt nektek. Az első hír arról szól, és természetesen ezeket a híreket a leírásba el is helyezzük, az első hír arról szól, hogy magán az ázsiai piacon már a virtuális influencerek hódítanak olyannyira, hogy a nagy divat cégek azzal foglalkoznak, hogy saját influencereket, virtuális influencereket kreálnak, és az ő új ruháikat adják rá, és történeteket osztanak meg vele, közösséget, rajongó tábort építenek ezek közé a köré, ezek köré a virtuális influencerek köré, és ezáltal próbálják ugye a márka üzeneteiket, meg nyilván az új termékeiket értékesíteni. Hát persze, mert a virtuális influencernek nem kell gázsit fizetni, nem mond semmire nemet, nem? Tehát gondolom van már mögött egy ilyen megfontás, lehet, hogy a influencer marketingben megfáradt marketingesek és kiégett arcok úgy gondolták, hogy akkor fejlesztünk magunknak egyet. Így van, de azért ez felveti annak a veszélyét, vagy felveti annak a, egyáltalán a hitelesség kérdését, hogy az influencerek sokszor azt gondoljuk, hogy ők a hiteles vélemény vezérek, és ők valós személyek, akiknek a véleményére adunk. De hát ez teljes mértékben egy virtualitásnak köszönhetően eltűnik. Akkor hol is van itt az igazság, ugye? Hát abszolút. Mondjuk azt gondolom, hogy nagyon sok olyan influencer van, aki kvázi virtuális influencer. Tehát, hogy mondjuk pont a mai vendégünk egy elég őszinte arc, de nagyon sokan egy egészen másik képet mutatnak a közösségi médiában, és akkor ehhez képest, hogyha alkotunk karaktereket, mi de ezzel a gond? Mi történet tegyük fel, hogyha minden jelenleg létező munkálkodó influencer létrehozna a saját avatarját, és azzal lépne be a platformokra? Tehát, hogy mi történne? Nézzük meg, milyen, szerintetek milyen hatása lenne ennek? Hogyan működne? Működne? Ez most is megvan amúgy, mert nick nevek mögé, tehát valakik nem vállalják fel pontosan a természetes személyiségüket, vagy egyszerűen az arcukat nem mutatják. Hát gondoljunk csak pamkutyáikra, hány évnek kellett addig eltelnie, hogy egyáltalán most már tudjuk, hogy arcot is tudjunk, és nevet társítani azokhoz a személyekhez, akik ezeket a szerepeket felöltötték, de azért nyilván itt még húsvér emberekről van szó. Viszont, hogyha ez teljesen virtuális, bennem azért most így előzetesen azt érzem, hogy egy picit így ilyen mesterkélté válik az egész, és nem igazivá. És azért lássuk be most is, hogyha az Instát nézzük például, meg van nagyon durván a mesterkélt vonal, tehát hogy az agyon filterezett, agyon photoshopolt képek, és a folyamatosan boldogságban és vidámságban úszó poszt szövegek most is megvannak. Mennyiből lenne ez más, hogyha ezt egy avatar csinálná, aki... Mert eltűnik a valóság illúziója. Mert azért ne legyen kétségünk a felett, hogy ezeket azért nagyon sok felhasználó elhiszi, hiszen sok mentális problémából fakad, hogy a tökéletes életet mutató influencerekhez szeretnénk hasonlítani, akik önmagában csak egy pillanatjukat mutatják meg. De ha ez egy virtuális influencer, akkor mondjuk lehet, hogy a felhasználók jobban el tudják azt fogadni, mint egy film vagy egy mese esetében, hogy ez nem valóság, amit ott látnak. Tehát lehet ennek negatív... Lehet, ez egészségesebb, mint a valós emberekről ilyen mindenféle illúziókat alkotni? Tehát akkor lehet, hogy visszakezdünk majd térni mondjuk abba az irányba, amikor nem a, nem tudom, a Magyarósi Csaba volt a top influencer, hanem a Marlboro Man, aki ugye egy nem létező karakter, de mégis mindenki tudta, hogy kiről van szó. Lehet egyébként, és ugye azért Ázsia sok, sok szempontból előre jelez trendeket, de azért sok minden nem is jön be azért teljes mértékben a mi piacunkra, mert azért nyilván vannak sajátosságok, de ezt nem érdemes amúgy szerintem így
emellett elmenni, hogy ez egy komoly kihívás lehet a következő években, akár a meglévő influencereknek virtuálisakkal versenyezni. De nézzük meg a márkák oldaláról, tehát ugye nekik azért sokkal több az előnye. Ha azt nézzük, hogy ezek a virtuális influencerek állandóan rendelkezésre állnak, azt csinálják, amit ugye a márka szeretne, nincsen benne az emberi tényező, mint rizikó, hogy esetleg valami olyasmit tesz, mond, akár nyilvánosság előtt, akár kiderülve utólag a magánéletében, ami mondjuk a márkára is negatív hatással van, a márka megítélésére is negatív hatással van. Szóval szerintem igazából ez az ő számukra egy nagy win, ha azt nézzük. De akkor ez egy reklám. Tehát, hogy ez egy klasszikus értelembe vett televíziós vagy bármilyen reklám felület. Az én megközelítésemben elveszik a személyessége. Értem, hogy kreált személyek vannak, és amit Marci említett, a Marlboro Man, de nekem mégis ugye akkor összemosódik megint egy határ, megint eltűnik egy határ, hogy a valós emberek, akiket a hétköznapi, nem tudom, személyiségük miatt megkedveltünk, de egyébként elfogadjuk tőlük, hogy reklámoznak cégeket, mert hisznek bennük, meg vállalkozást üzemeltetnek. Nekem eltűnik akkor ez a határ. Nem tudom, hogy ez milyen hatással lenne magára egyébként a szektor megítélésére például. Hát a problémás influencerek helyett lehet, hogy akkor kimegyünk és rajzolunk magunknak egy párat a hátralévő idei karácsonyi kampányokhoz. Erre mondjuk szerintem azért biztosan elég nagy igény lenne. Én Paintbe megcsinálom szívesen majd egyébként. Oké, és akkor NFT-ként fogjuk majd értékesíteni. És a következő hírünk is, ahogy említettem, Ázsiából származik. Ez pedig nem más, mint az élő adásokban való vásárlásoknak a őrülete, hiszen Kínában van egy influencer, Austin Lee néven, aki élő adásban bemutatott egy fogkrémet, és ezt 115 másodperc alatt 115 ezeren rendelték meg akkor és ott. Ez annyira elképesztő szám, hogy a fogkrém gyártó cég azt mondta, hogy ennyit 2 év alatt ad el Új-Zélandon összesen. Tehát, hogy így érzékeltessük azt a mennyiséget, amit így igazából egy influencernek 2 perc alatt sikerült eladnia. Mit gondoltál? Teleshop gyakorlatilag. Ezt akartam mondani, visszatért a teleshop. Tehát, hogy... Influencer teleshop. Influencer teleshop. Mekkora ötlet. Tehát azért, akármennyire is ma már nevetünk ugye ezen a formátumon, ez működött, és működik is. Csak egy kicsit modernizált verziója. És ugye mit ad még hozzá? Az, hogy mindez élőben történik, illetve egy olyan influencer javasolja ezeket a termékeket, aki már valamilyen szinten ismert, elnyerte a bizalmát a követőinek, és amit még ugye érdemes hozzátenni, hogy interaktívabb sokkal. Tehát, hogy tudsz kérdezni, reagál ott élőben, tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. El tudjátok a magyar piacon ezt képzelni? Hát van olyan tartalomgyártó, akitől mondjuk el tudnám, tehát mondjuk például Zsozé atyától el tudnám fogadni, hogyha az ő videóiban mindenféle termékeket ajánlgatna, mint a teleshopban, de érdekesnek találom itt is ugyanazt, mint az előző hír esetében, hogy gyakorlatilag, mintha körbe-körbe mennénk egy picit így ezekkel a dolgokkal, hogy a valódi influencerektől visszatérünk a kitalált karakterekig, és a hogyan lehet minél kreatívabban és természetesebbnek hatóan elhelyezni a termékeket, onnan meg visszamegyünk a teleshoppos irányba, tehát hogy a történelem ismétli önmagát nekem. És ahogy egy mémé vált videó idézett, jól van ez így? Én el tudom képzelni, és azt a tendenciát látom egyébként az ügyfeleink körében is, hogy egyre többen érdeklődnek az élők kapcsán, és akár a saját fiókukból elindított, de influencerek által vezérelt és műsorvezetett élő műsorok szerintem nagyon jól mennek, és egyre nagyobb az igény erre. Hát Covid alatt valami 40%-kal nőtt meg talán az Insta élő funkció használata, hogyha jól emlékszem. Hát ugye Covid alatt azért elég sok mindenki magányos volt, és akkor nem tudom, nézte azt, hogy valaki más, egy másik kontinensen mondjuk éppen vacsorát főz, vagy megeszi azt a vacsorát, és akkor így az élőknek köszönhetően egy picit kevésbé érezték egyedül magukat az emberek. Hát ez nagyon izgalmas, meg olyan szempontból is, hogy itt a lehetőség, hogy például mondjuk az európai piacon Magyarország legyen mondjuk az egyik zászlós hajója az élő értékesítő livestreameknek. Meglátjuk, hogy ez be fog ide gyűrűzni, de minden esetre egy izgalmas fejlemény. Én ezeket a híreket hoztam ma, én azt gondolom, hogy lépjünk is tovább, és haladjunk tovább az interjú felé.
És akkor érkezzen is a vendégünk, Osváth Zsolti. És már itt is van velünk a mai adásunk vendége, Osváth Zsolti. Kis tapsból indulunk. De vágjatok be ide nagy tapsot, baszki, hát ne ilyen, ilyen szerencsétlen kis taps, ja, legyen, igen, egy kurva nagy ovációt szeretném, mi a Beyoncé-t tudod megráz oldalra a haját, nagy olyat szeretnék én is. Nem kell bemutatni, mindenki ismer, tehát hogy igazából belecsaphattunk, mert tudod, mert... Hát csak nem, ha valaki most ébredt fel a kómából. De most valaki eddig barlangban lakott, így nem van, volt áram, igen, igen, a KGB, nem tudom, valahol fogva tartotta. Jó, akkor annak a 13 embernek, aki nem ismer még egy Mandiner cikk ből, annak nyugodtan mutassatok be. Jó, hát Osváth Zsolti 1991-ben született Budapesten, 12 éves korától állami gondozásban nevelkedett, főképp az éjszaka életben, a vendéglátásban dolgozott, majd 2016-ban ismerte meg az Ország a való világ című műsorból. Ezt követően szerkesztőként dolgozott az RTL Klubnál, majd saját YouTube csatornáját 2018-ban indította el Showtime címmel, melynek már több mint 180 ezer feliratkozója van. Főképp társadalmi, közéleti kérdésekkel foglalkozik, stúdiójában vezető ellenzéki politikusok, művészek és celebritások egyaránt megfordulnak. 2020-ban nyitotta meg első saját éttermét, az Európában is egyedülálló Unicornis Bistrót. És most a taps megint. Igen. Csak azért húztam fel a szemem, hogy 2016-ban ismert meg az ország a való világban. Hát azért az... Előbb annak is már ismert az ország? Nem, hát de ne vicc. Egyébként hozzáteszem, első televíziós szereplésem 13 évesen volt a Mónika Show-ban. Tényleg? Igen. Sőt, én megnéztem a videóidat, mert elvégeztem a házi feladatot, és ennek kapcsán mondtad, hogy Mónika nem válaszolt a leveledre, amikor írtál neki. Nem. Illetve utána valaki válaszolt az ő nevében, hogy Mónika nagyon elfoglalt, de nem titkolt célom. Csak nem akarom még lelőni, hogy tehát, hogy fölveszem újra vele a kapcsolatot, és sok mindenki mással is, aki egyébként a múltamban bármilyen szempontból fontos volt, mert tervem van velük. Ja, úgyhogy az ilyen első... fűrész jelleggel igen. Van tervez velük. Szia, Mónika, van egy játék. Játszani szeretnék. Éveken keresztül különböző családi problémákból profitáltatok. Nem. Mesélj, mert hogy történt? Te voltál az egyik álmatlan kardos kúti, vagy... Igen. Bejött apám is szarrávert, nem. Hát az van, hogy akkor kerültem állami gondozásba, 12 évesen kerültem állami gondozásba, akkor voltam 13 vagy 14. Apámnak lett egy új családja, jó ideje már nem találkoztunk, és nekem volt egy ismerősöm, aki tudtam, hogy a Mónika Show-nál dolgozik. A Mónika Show abban az időben még nem az volt, hogy a fogatlan cigányasszony poroltóval üti a csapodár férjét, és igen, közben rózsákat dug a mágnes picsájába valakinek, hanem akkor még tényleg igyekezett olyan családi békítés, olyan problémákat igen, valóban megoldani, igen, tehát igen. Akkor még nem volt az, hogy a nézettségért bármit meg lehet tenni. És akkor én megkerestem én magam a produkciót, hogy szeretnék beszélni apukámmal, szeretném, ha kivenne az intézetből, nem jó nekem ott annyira, lehetne-e, mert hogy új családja van, tudom, hogy új családi házba költöztek, született egy öcsém, akivel egyébként tehát így, tudtam a sztorit, meg találkoztam, és meg ismertem is, de aztán már sok ideig nem találkoztunk. És akkor ez meg is történt, bementem, elmondtam, mi van, ott hüledezett a Mónika, hogy hát apának, hogy hát Zsolt, hát miért nem veszed magadhoz a gyereket, tök értelmes, stb. Mondta apám, hogy jó, de majd akkor magamhoz vesz, aztán nem vett. És akkor igazából ennyi. Aztán eltelt rá, hát kb. 10 év, és aztán az éjjel-nappal Budapestben is szerepeltem. Ott több ilyen epizód szerepem is volt, tehát én visszatérő mellékszereplő voltam, és aztán a való világ az utána volt. Igen, és akkor utána 2016-ban a való világ, de igazából csak az országos részén akadtam fent, tehát hogy nagyon szomorú lenne, hogyha az egész ország ezt a műsort nézni. Nem nézik annyian, egy 80 kötőjel 100 ezres nézettsége van. Miért jelentkeztél a való világban? Hát már igazából leszakadt a hátam a vendéglátástól, tehát hogy mert tényleg nyomorodtam meg, tehát annyit dolgoztam, tudod azért heti 7 nap, 12 óra, 14 óra, a tököm ki volt az egésszer. És tudtam, hogy ez lesz az opció, minden évben megkerestek, tehát van a direct casting rész, amikor rádiónak, hogy hello, szia, profilod alapján úgy látom, hogy szimpatikus vagy, nincs kedved eljönni egy castingra. Ebben az évben azt mondtam az üzletvezetőmnek, hogy bejelentették, hogy indul a való világ Powered by Big Brother, hogy hú, most ezt meg lesz fűszerezve egy kis Big Brother-rel.
és hogy ez most nagyon el fog indulni, és azt mondom, az üzletvezetőnek, ha idén is megkeresnek, én megyek, és itt hagylak titeket, mint a büdös szart. Megkerestek, én akkor mondtam, hogy nagyjából augusztusig fogok itt dolgozni, mert tudom, hogy ebben a műsorban be fogok jutni. Egy casting, két casting, három casting, négy casting, öt casting, bejutottam, bam. Ennyi. Aztán ott voltam három hónapig, és mai napig minden Origós, Mandineres és jobboldali média által szerkesztett, közölt cikk úgy hivatkozik rám, hogy VV Zsolti ennek köszönhetően. Mi volt a hosszú távú célod? Tehát meg akartad mindenféleképpen célozni azt, hogy a tévéhez közel kerüljél, persze, és ott valamilyen... Persze. Tehát, hogy neked már eredetileg, persze, is ez volt a célod. Hogy ott dolgozzak. Aha. Igen. És ez sikerült egyben. Sikerült. Hát én úgy terveztem, hogy majd képernyőn, de azért ez viszonylag gyorsan kiderült, hogy egy gyorsan két és fél év után számomra világosra tették, hogy soha nem leszek képernyőn. De... Miért? Hát, én nem vagyok irányítható. Én minden szempontból, azért veled már sokszor beszélgettünk erről, hogy én nem vagyok hirdető barát. Tehát minden olyan cég, aki velem együttműködik, az pontosan ismeri annak a veszélyeit, hogy én bármikor hajlandó vagyok bevállalni egy több millió forintos ködbért is, ha véleményem éppen azt kívánja meg, hogy én e felé és a felé elköteleződtem. Tehát egy ilyen szempontból, hogy rávarassam az RTL klubot a seggemre, soha nem tudott volna megtörténni. És ezt ők is pontosan tudták. És amit egyébként elmondtam az október 23-ai ellenzéki rendezvényen, amit vezettem, azt mondták, hogy nekem van véleményem, és ezt mindig kimondom, és ez nem jó, a kereskedelmi tévézésben ez nem jó. És nem azért, mert hogy az RTL ezt nem szereti, hanem egyszerűen a piac ezt nem szereti. Nem fog, tehát, hogy tudod, amikor beszélsz arról, hogy a pedofilok kémiai kasztrációja, vagy adott esetben mondjuk a halálbüntetése és társai, nem biztos, hogy a kurva PC Nivea, vagy a mit tudom én még milyen cégek vannak, akik időnként zászlós hajójukra tűzik a szivárvány zászlót, és eladják a terméküket néhány buzival. Tehát az nem biztos, hogy ennek örülne, mondjuk egy X-faktor műsorvezetése közben. Nyilván nem tenném tönkre a produkciót, hogy kinyílik a letfal, és azzal kezdem, hogy elmentek ti a büdös picsába a cancel culture-ről, meg, tehát nyilván nem erről van szó, de közben meg megnyilvánulnék social médiás felületeken úgy, hogy kénytelenek lennének szerintem egy adott ponton elhatárolódni. Így van, mert egyébként ez egy 80-as, 90-es években még nem volt mondjuk, meg akár a 2000-es évek elején olyan social média felület, ahol mondjuk megismerhették jobban az adott celebeket, ezért működtek annyira jól a printbe az ilyen különböző ilyen képes magazinok, mint a Story, egyéb, nyilván ezek mai napig vannak számos, de hogy akkor ezek nagyon-nagyon nagy szók csak voltak. Csak hamarabb kiderül, hogy hazudnak benne, így van. És akkor így most már vannak platformok, ahol ezeket el tudod mondani, és vagy elmondod, és azért veszélyesebbek lettek a személyiségek szerintem. Hát jó. Igen, azért ez egy nehéz ügy, de akkor ezek szerint, ha jól gondolom, akkor neked ez, ami mondjuk az elmúlt években jellemző volt, hogy multinacionális vállalatok LMBTQ kampányokat folytatnak, vagy ilyen jellegű témák vannak, mondjuk akár csak egy Coca-Cola-ra gondolunk, vagy bármi, szóval hogy neked akkor ez, te ezt hogy ítéled meg? Különbséget kell tenni, tehát vannak olyan cégek, nagyon fura a Pepsi egyik arcaként azt mondani, hogy a Coca-Cola egy korrekt cég, de azt gondolom egyébként, hogy a Coca-Cola ilyen szempontból egy korrekt cég. Tehát vannak cégek, amik azért, és most lehet, hogy itt a Nivea-val is itt tök nagy fasságot mondtam, és igazából ők is, nem néztem annyira utána, csak mit tudom, most mondtam egy példát. Vannak cégek, akik tudják, hogy kiteszik a szivárványra a zászlót, és ezzel begyűjtik a szimpátia pontokat, reklám értéket kapnak, mindenféle pink marketingben LMBTQ plusz kampányokban részt tudnak venni, ezáltal növelik a profitot. Ezek a cégek szerintem gázak, és az, hogy kiskutyával, kisgyerekkel, buzival mindent el lehet adni, ez akár tetszik, akár nem, ez jelenleg így van. És hát vannak azok a cégek, akik egyébként hozzáteszem, hogy közben, miközben ezt megcsinálják, vannak termékeik, amiknek a bevételét olyan szervezeteknek ajánlják fel, akik transzneműeken segítenek, vagy segítenek olyan helyekre is mondjuk eljuttatni óvszereket, vagy HIV-teszteket, vagy bármi ilyesmit, ami ahova normál esetben nem lenne rá pénz, vagy nem lenne rá mód. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a cégek, itt tényleg különbséget kell tenni, hogy ki az, aki a profit miatt tűzi ki a szivárványos zászlót, és ki az, aki egyébként valóban azért. Én rendszerint együttműködök a bármelyik együttműködésemben, nyilván tudják, hogy mi a dörgés, tehát, hogy
azok a cégek, amikkel én együttműködök, azok nyilvánvalóan melegbarátok, hiszen nem működnének velem együtt. De volt olyan cég is, aki megmondta, hogy neki ez nem fér bele. Uh-huh. Sőt, volt olyan cég is, aki meg azt mondta, hogy ők kifejezetten szeretnének majd LMBTQ kampányt, és abba szeretnének engem. És kérdeztem, és eddig milyen LMBTQ kampányaitok voltak? Ja, hát semmi, de hogy látjuk azt, hogy ez egy nagyon fontos, mondom, a könyv a végén, ahogy meglátsát, amiben megláthatjuk, hogy mennyi jött be ebből, az fontos. Úgyhogy nyilván van ennek pozitív és negatív oldala is. Azért Magyarországon még ez annyira nincsen, tehát Magyarországon még melegekkel hirdetni, vagy melegek faszával verni a csalánt, azért még annyira nem divat, de azért tőlünk nyugatabbra, hogy szokás mondani, a felvilágosult nyugaton, azért nyilván ennek is van egy kultúrája. Én ezt nem szeretem, de nem csak a melegekkel kapcsolatban, tehát hogy bármi, ugyanúgy nem szeretem, ahogy lefagyott rákos gyerekekkel próbálunk, nem tudom, valamilyen műsort eladni, vagy valamilyen terméket eladni, nem szeretem, hogyha holokauszttal hirdetünk. Tehát vannak olyan dolgok, amik szerintem annyira lehet kreatívnak lenni, és ez nem feltétlenül kell valami olyan nagyon szomorú, vagy egy kisebbséget felhasználni, vagy igazából nem is feltétlenül kell bárkit is használni ahhoz, hogy egy kurva jó reklámot, vagy egy kampányt le tudjunk gyártani. Te mi alapján válogatsz a szponzorok között, akik jelentkeznek? Pénz. Pénz. Mi ez? Hát ez teljesen jogos. Pénz. Teljesen jogos. Hát egyébként tényleg nagyon fontos az, hogy lóvé. Tehát nekem van egy évben szerintem nagyon durván 10 együttműködésem. Mióta a politikába így bele ártottam magamat, azóta tényleg most már, tehát volt is, aki emiatt visszalépett. Mondjuk van 10 együttműködésem, van mondjuk 50 megkeresésem, abból van 10 együttműködésem, de ez az 50 megkeresés, ez olyan, hogy küldünk neked fogfehérítőt, vagy a, mit tudom, a kedvencem. Én akartam is, hogy fehérebbek a fogaid. Ugye? Igen. Azért, mert a izét használom. Nem, de például az ő bátyú mondta, hogy annyi forint értékbe küld nekem ruhát, ahány feliratkozón van az Instagramon. He? Köszi, hát de nem. Tehát hogy azért nem ruhákért dolgozom, pénzért dolgozom, pláne ilyen multiknál, mert azért van olyan kisvállalkozások, tudod, mit tudom én, volt egy kislány, aki újra var mindenféle ilyen ruhahulladékból kutya párnát, meg mit tudom, kutya ruhát csinál, és akkor ő mondta, hogy beindított a vállalkozást, hogy szeretne nekünk küldeni valamit, és kitenném az Instagramon. Mondom, persze, anyukám, már küldjél valamit. Tényleg az ilyen, tehát kis vállalkozásoknak. Akkor nekik... nem csak a pénz, tehát a szimpátia is, hogyha esetleg beesik egy-egy olyan. Hát ingyen, hát most tőle hogy kérnék el annyi pénzt, mint mondjuk, amit elkérek a Biotech-től vagy a Pepsi-től? Hát értelemszerűen tőlük nem tudok annyi pénzt elkérni, meg nem is akarnék. Hát nekik most indul a vállalkozásuk, mert a multiknak az apró pénz, amiért az influencerek dolgoznak. Viszont ezeknek a kis és középvállalkozóknak, a kis családi vállalkozásoknak, meg a több havi bevételük is, ha úgy nézed. Tehát most nyilván vagy jött a takarító cég, vagy kanapétisztító cég jött hozzánk, vagy a klímásunk például egyébként, akinek hozzáteszem, hogy az első klímánkat megcsinálta ilyen barterba, de most cserélt otthon is klímát, most majd a stúdióba is cserél klímát, és azt azért mind természetesen kifizetem, ettől függetlenül kiteszem, hogy ő csinálja, mert hogy nagyon meg vagyok vele elégedve, és bármikor fölhívom, hogy zörög a klíma, már jön és csinálja, és nézi, vagy bármi, tudod, tehát, hogy de ez mindenre egyébként igaz, de ezek magánemberek. Na most, hogyha cégek vannak, hát nyilván sok minden. A személyes találkozó az első. Elmegyek, beszélgetek valakivel, hogyha tényleg ilyen bevart seggű, ilyen zapszemmel a seggükbe ülő emberekkel találkozok, hogy jó, rendben, és akkor a harmadik negyedben kéne arról beszélgetni, hogy is... Hát az szó se lehet róla. Tehát velem így nem lehet együttműködni. Tehát én hebrencs vagyok, én hozzáteszem, hogy egyébként szerintem bármelyik szponzoráció, vagy bármelyik szponzort megkérdezed, szerettek velem együttműködni, mert az én reklámjaimban nincsen sallang. Tehát, hogy én pont azt mondom, ami történik, nem hazudok bennük. Azért a pénz, meg a szimpátián kívül, bocsánat, ez volt itt még egy fontos motiváció szerintem neked mondjuk a Biotech-es együttműködésben. Igen. Mi volt abban még, várja, pénz. Ja, meg a szexi fiúk a konditeremben. Á, igaz, tényleg volt. Hát jó, azért... Hogy állsz ezzel? Biotech, de most nem akarom lelőni, nem tudom, hogy kimegy már addigra a videó, ki fog menni. Ki? Igen? Aha. Reméljük. Hát ugye, na például a hozzáállás, tehát én 3 hónap
hónapos szerződést kötöttem a Biotech-kel, ahol ugye benne volt az, hogy ők segítenek nekem, biztosítják a termet és a kis bogyókat is, és akármi, és akkor fogyjak le. Hát Zsoltika 3 hónap alatt tulajdonképpen nem, hogy nem fogyott le, hanem még majdnem hízott is. Először ugye elkezdtem fogyni, aztán elmentem forgatni, nyaralni, minden, és visszajöttem, és addigra ugyanott tartottam, onnan elkezdtem. Leültünk beszélgetni, és akkor a Biotech-kel azt beszéltük meg. Én mondtam, hogy oké, részemről lehet az, hogy akkor hagyjuk ezt, mert hogy én tökre megértettem volna az ő részükről, hogyha azt mondják, hogy hát figyú, itt van 3 hónap, te nemhogy nem fogytál, hanem híztál, mi nem akarunk veled tovább együtt dolgozni, nekünk ez nem jó reklám. De ők nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy jó, nézzük meg, hogy miért nem fogytál. Ezért és ezért. Oké, akkor ezen változtassunk. Akkor ne 3-szor járjál egy héten, járjál heti 5-ször. Mit eszel? Mit iszol? Elmondtam, mit eszel, mit iszol. De hát tök jó, Zsolti, csak hogy ezek mind megvannak biotekesbe is. És kiderült, hogy van biotekes brownie, kiderült, hogy van biotekes ketchup, kiderült, hogy van biotekes eperszirup, meg mit tudom én. És akkor azt mondták, hogy oké, nulla, akkor itt töröljük, ami eddig volt, és ezekkel a dolgokkal álljunk neki még egyszer. És ez volt 1 hónapja, és 1 hónap alatt 5 kilót fogytam, és tök jó. Tehát az a lényeg, hogy azt szeretném, hogy szülinapom volt, de igazából az még csak 2,5 hónap lenne. Tehát átlépjük az új évet, addigra szeretnék lemenni 100 kiló alá. De ezt a történetet szerinted nem érné meg elmesélni? Hiszen szerintem mindenki, aki fogyókúrázik, ezzel küzd. Ha látnád a videómat, akkor tudnád, hiszen pont erről benne szól. Benne van, csak ne lőjük le a poént. Hiszen pont erről szól a videóm is, reklám, ugye? Tehát, hogy mennyire fura, hogy lehet reklám. Kitalálhattuk volna azt, hogy mit tudom én, fogóckodok a csapszélén addig, és akkor a mérleg csak, mit tudom én, 104 kilót fog mutatni, és azt hazudjuk a követőimnek, hogy de hát én fogytam. Mert egyébként mondják az emberek, hogy látszik. Hát persze, hogy látszik, heti 5-ször járok, hát lett karom, lett mellem, persze, ettől függetlenül viszont kilóban nem értem el oda, ahova szerettem volna, és azt mondja az edző, hogy nem is feltétlenül a kiló számít, de mindegy, én szeretnék 100 alatt lenni, ez volt a cél. Tehát simán át tudtuk volna kúrni a nézőket, soha senki nem vette volna észre, ehelyett tényleg az volt, és akkor fölmerült a kérdés, oké, Zsolt, és akkor mi legyen a tartalom, mert hogy következne a következő videó. És akkor leültünk közösen, és azt mondtam, hogy és mi lenne, ha az igazat mondanám el? Hogy itt van, azt mondták az emberek, hogy minden segítséget megkapsz neked, milyen könnyű. És megkaptam minden segítséget, és kurvára nem könnyű. Mert mindegy, hogy a Biotech vagy a Schweizenegger áll mögötted, ha te nem akarsz lefogyni, ha te nem akarsz életmódot váltani, akkor ugyanolyan dagadt szar maradsz, mint amilyen voltál. És én ugyanolyan dagadt szar maradtam, mert tényleg ott voltak, és de hát kevés. Tehát, hogyha nem áll melletted nap 24 órájában a biotekes kisfiú, kislány, aki rácsap a kezedre, amikor kenyeret eszel meg tésztát, akkor baszhatod. De hát ilyen úgy tudom, hogy jelenleg a bioteknél most nincs ilyen lehetőség. Tehát, hogy... A Star Networknél van a Dávidnak hívják. Igen, egyébként a Star Networknél van a Dávid, aki igen, hetente többször is felhív, megkérdezi, hogy mit eszem, mit iszom, mit csinálok. Igen, de tényleg, na mindegy, szóval ez talán a legfontosabb a hozzáállás, és hozzáteszem, hogy én kurva lojális vagyok a cégekhez, tehát hogy csak érdekességképpen a Cinema City-vel én tavaly együttműködtem, és pont úgy jött ki az együttműködés, hogy leforgattuk az új moziban náluk a webkanapé részeket, és utána húztak egy vonalat, hogy nem lehet moziba menni. Oké. És utána lementek a részek, és én utána még hónapokon keresztül teljesen, tehát szerződésen kívül, mármint, hogy, tehát, hogy ez nem szerződésen kívül szerződve voltunk, de nem kaptam érte pénzt, tehát ingyen és bérmentve megosztottam Cinema City-s tartalmakat, sorsoltam ki a nézőimnek jegyeket, mindig fölhívtam az Andit, hogy Andi, sorsolhatok VIP jegyet, vagy ott voltam egy ilyen rendezvényen, Andi, sorsolhatunk egy VIP jegyet? Persze, sorsolj el. Tehát, hogy ugyanúgy, mert komolyan konkrétan lelkiismeret furdalásom volt, hogy ott volt az a cég, beálltak mögém, biztosították a helyszínt, biztosították a műsornak a létrejöttét, és utána nem tudott végbe menni a hirdetés. Pedig egyébként összességében 2 millió ember látta ezeket az adásokat, vagy 2 millió megtekintés van, bocsánat, ezeken az adásokon. De hát mégsem tudtak, tehát csak később nyílt meg ugye a mozi, mint hogy ezek az adások lementek volna. És mit ad Isten? Most volt a filmünne, és kit kért fel a Cinema City egy újabb reklámra? Engem. Tehát, hogy ez
De nem ezért csináltam, csak hogy közben tényleg sikerül mindig a marketing igazgatókkal, vagy a marketing felelős emberekkel kialakítani egy olyan nexust, hogy nem az van, hogy hirdető és influencer, hanem tényleg az, hogy így elkezdek. Partnerség. Igen, és ez nagyon fontos. De nem akarom, hogy azt gondolják az emberek, hogy ez mindig, mindenhol, mindenkinél így van, mert hogy kurvára nem. Tehát elérkezik már az a szint az életében egy influencernek, amikor tényleg csak azt számít, hogy csilingeljen a kassa, és tényleg bármikor kilő egy Burger King-es hamburgert a pinájából bárki, hogyha kifizetik azt az összeget, amit ki kell fizetni. Szerinted ez a korrektség és őszinteség, ez kifizetődő? Hát abból a szempontból mindenképp, hogyha megkérdezik majd a Biotech-et, vagy megkérdezik a Cinema City-t, vagy a Pepsi-t, vagy bárkit, vagy titeket, hogy milyen velem együtt dolgozni, akkor azt fogják mondani, hogy bohókás, időnként hisztis, de kurva korrekt. És nekem ez az egy dolog, ami számít, mert egyébként tényleg hisztis vagyok, tényleg van, amikor a faszom ki van, és nem azért, mert sztállalúrjaim vannak, hanem egyszerűen fáradt vagyok, elfáradok, tudod, lehúzok 12 órát az étterembe, és utána tökömnek van kedve még biotekes videót forgatni. És tényleg baszogatni kell a tartalmakért, meg az egy fontos dolog, ha nekem nincs iklet, vagy hogyha nem úgy érzem, hogy nem tudok miről beszélni, akkor nem tudok. Tehát akkor kész. Akkor csak azért leülni, mert én kaptam ezért pénzt, vagy valamilyen szponzorációt, nem tudok. Úgyhogy összességében tényleg megéri, meg talán azt megéri, hogy egy adott ponton el fog jutni a hirdetőkhöz is, hogy bár lehet, igen, hogy szerepet vállal politikai ügyekben, igen, lehet, hogy szerepet vállal, nem tudom, társadalmi jellegű ügyekben, de a szava az hiteles. És hogyha én azt mondom, hogy ez a dolog finom, akkor azt az emberek elhiszik. Vagy hogyha én azt mondom, hogy ez a dolog jó, vagy használ, akkor azt az emberek elhiszik. És bízom benne egyébként, hogy ez így is marad, és nem fog, soha nem kell majd azzal szembesülnöm, hogy valaki annyi pénzt ajánlott, amiért megérje hazudni. És ezzel az őszintességgel, mert ugye hallottuk már a te szádból is, hogy azért szerethetnek téged az emberek, meg azért szeretnek, mert hogy őszinte vagy. Mm. És ezzel egyébként kommentekben, mindenféle megjegyzésekben emberek nem élnek vissza, mert azért nagyon sok olyan információt elmondasz magadról, ugye, ami nagyon belsőséges, nagyon intim, és hogy ezt meddig lehet, vagy hogy érzed, hogy ez mennyire tudnak ezzel bántani? Az van, hogy annyit mondok el magamról, amennyit szeretnék, tehát, hogy azért nem vagyok hülye, és senki nem fogja a szülésemet élőben látni semmilyen közösségi médiás platformon. Olyan dolgokat mondok el magamról igazából, nekem nem nagyon van vesztenivalom. Tehát minden, amin van, azt magamnak köszönhetek. Én magam építettem fel, nem kell függnöm egy embertől, aki majd behív az irodájába, leültet, és azt mondja, hogy hát azért, mert ezt mondtad, most kirúglak. Nem. Tehát nekem a közönségem, a főnököm, ők pedig elvárják ezt. És pontosan ezért most már tudatosan is minden olyan múltbeli dolgomról beszélek, akár a drog, akár az éjszakai élet, akár a mi volt még, prosti nem voltam, de hát meg ki tudja. Tehát, hogy minden ilyen dologról azért beszélek ennyire őszintén és nyíltan, mert így nincs rajtam fogás. Mert azt mondják, hogy lehozzák, Mandiner lehozta, hogy még a páromat is időnként kisbuzinak hívom. Ezt nyilván úgy hozták le, hogy azt sejtetve, hogy még a páromat is kisbuzinak hívom, hát akkor még mire vagyok képes, tudod? De hát ez van, meg elővették, hogy transzvesztit előadóként dolgoztam, és soha nem titkoltam, sőt, kurvára büszke vagyok rá, geci jó nő voltam, ne viccelj. Tehát, hogy az van, hogy ezekben a műsorokban, ahol én felléptem, ott, és amit én csináltam, én arra mai napig nagyon-nagyon büszke vagyok, és hozzáteszem, hogy nem feltétlenül, tehát nyilván benne volt az is, hogy szerettem csinálni, de azért meg is kellett élnem valamiből, és tudom, elmettem volna kapálni, és nyilván meg nem tudom, meg autókerekeket cserélni, de nem ezt csináltam. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, szerintem ez a legbiztonságosabb játék, hogyha igazat mondasz és őszinte vagy, mert abban a pillanatban, amikor az orrod alá dugnak egy mikrofont és bekérdeznek, akkor azt tudod mondani, hogy 2 évvel ezelőtt már beszéltem erről, keresd meg azt a videómat és hallgass meg, amit mondtam benne. És tényleg nincsen. Tehát, hogy
Nyilván vannak magánéleti titkaim, nem szoktam arról beszélni. Vannak tabuk, tehát azért persze, vannak. Persze. A szexuális életem Patrikkal tabu. A kapcsolatunk olyan szinten Patrikkal tabu. Tehát nem beszélem ki. Tehát tudnak róla, hogy együtt vagyunk, de ha összeveszünk, vagy hogyha mondjuk volt, hogy szakítás szélén álltunk. Erről nem tudnak az emberek, és nem azért, mert fenn akarjuk tartani a látszatot, hogy mi egy tökéletes pár vagyunk, mert kurvára nem vagyunk azok, 7 éve vagyunk együtt, tehát 7 év alatt ne viccem, mert minden megtörténik egy kapcsolatban. Hanem egyszerűen azért, mert én választottam azt az életet, hogy kiteszem a nézők elé, Patrik viszont csak mérsékelten, és Patriknak mindig megvan a joga arra, hogy azt mondja, hogy ő ebben nem szerepel, ő ebben nem vesz részt, vagy hogy így mondjuk, vagy hogy úgy mondjuk, tehát hogy, és én ezt tiszteletben tartom, de van ilyen is. Ott vannak a nővéreim. A nővéreimről is korlátozottan beszélek. Tehát, hogy mondjuk az engem ért abúzusokat anyu által, azokat elmesélem, de a nővéreimet ért bántalmazásokról nem szoktam beszélni. És nyilván vannak olyan dolgok, amikről még soha nem beszéltem, sőt, vannak olyan dolgok, amiket letagadtam és hazudtam, mert azt gondolom, hogy azzal meg tudok védeni valakit. De ezek nem politikai jellegű dolgok, mielőtt majd a 888 egy kurva jó cikket tud ebből az egy mondatból csinálni. Tehát ezek nem olyan politikai jellegű dolgok, hanem mit tudom én, tudok valakiről olyat, most csak egy példát mondok, hogy gyerekkorában érte szexuális bántalmazás, és én azt mondtam, hogy megkérdezett egy újságíró, és én mondtam, hogy őt biztos, hogy nem, mert ő ezt kérte, hogy ezt mondjam. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok. De a magam részéről, a magam portájáról, tehát, hogy van olyan információ, amit nyilván visszatartok, mert egész egyszerűen nem tartozik a közönségre. Amikor Patrik koronavírusos lett, most már nincsen jelentősége, mert több mint egy éves sztori, de mi nem csináltunk ebből csinadrattát. Tehát, hogy szerintem nem is, lehet, hogy már azóta megemlítettem valahol, de nem volt belőle videó, hogy úristen, Patrik koronavírusos. Kidobtam, átköltöztettem egy hotelbe, tényleg így volt, mert pont akkor kezdtük el forgatni az egy kanapénnak a hanyadik évadát, és mondtam, hogy szívem, szeretlek, imádlak, nem lehetsz. Itt jól vagyok, érzem, hogy semmit az ég egyet a világon. Pozitíven, én akkor mondom, költöz át egy hotelba egy hétre, és nulla, és mellékhatással lement nála a vírus. De hogy ebből se csináltunk csinadrattát, vagy hogyha mit tudom én, kórházba kerül egy szerettem, volt, hogy forgatáson ültem, és megcsörent a telefonom, és hívott valaki sírva, hogy ez és ez kórházba került, hol vagy, mikor tudsz idejönni, nagy a baj. És egyébként pont adásba is került, mert ott egy olyan témát elkezdtek feszegetni, hogy elsírtam magam, mert jött egy telefon az adás előtt, és utána arról elkezdtünk beszélni egy témáról, és akkor egy nagyon szörnyű volt, és mondta az adásba, hogy egyébként reggeli most... műsor volt, ugye? A Live TV-n volt, igen, a Breaking. Igen. Na, és akkor jött például egy telefon, amiben tényleg így az adás előtt, de nem akartam lemondani, mert tudtam, hogy ott van az egész stáb, és az utolsó felvétel volt, és mondom, most már nem rohanok el, egy breakben hívtak telefonon, és tök hülyének nézhettek az emberek, hogy én valamilyen témán elkezdek sírni, és azért is tettem hozzá, hogy nem feltétlenül a téma érzékenysége miatt sírok, hanem most erre jött még egy telefon. Na, de például erről se beszéltem, mert ez is egy olyan dolog, hogy tehát vannak olyan infók, de hál' Istennek a Blikrús bármiből tud olyat csinálni, hogy mondjuk kifogyott a benzin az autóból, és megírták, hogy hatalmas nagy tragédia érte az RTL Klub sztárját, és ez volt, hogy megállt a lejtőn az autó, mert nem tudta felszívni a benzint. Tehát, hogy nem kell nekem feltétlenül minden drámát elmondanom, kreál belőle a Bulvár Média eleget. Tehát egy tökéletes alapanyag vagy a Bulvár Médiának? Hát szerintem az a tökéletes, akiről titkokat tudnak kideríteni, vagy lesifotókat, vagy tehát akinek mondjuk séntusabb jön ki a házából, szerintem az egy jó alapanyag. Az én házamból nem jön ki sajnos a séntusa. Ennyiből sem. Tiedből semmi, bazd meg. Hát igen, jó, de hát nem is vagyunk. Valamit rosszul csinálunk. Nem is vagyunk a Szabó Gyula lánya, tehát hogy... Igen. Szóval én... Persze kattintják, de az van, hogy tehát nálam kifejezett újságírói munkát nehéz végezni, mert én ezt elvégzem helyettük, ezt le kell gépelni. Úgyhogy olyan szempontból igen, a Bulvárnak jó alapanyag vagyok, de garantálom, hogy nem én leszek a legnagyobb leleplezés, vagy nem tudom, tehát nem ilyen szempontból nem én leszek nekik a legjobb alany. Egy interjúban fogalmazta egyébként úgy, hogy az elejében gyakorlatilag, amikor úgy elkezdtél tartalmat megosztani, akkor nem foglalkoztál azzal, hogy ennek mondjuk milyen hatása van így a környezetedre, de aztán
azzal, hogy egyre népszerűbb lettél, és egyre többen követtek, azért már-már bekapcsolnak benned olyan ilyen limitek, annak ellenére, hogy tényleg a legvéleménykifejtőbb véleményvezér vagy, hogy azért nem mindent mondasz már úgy, vagy nem annyira karcosan fogalmazol a saját szintedeid. Hát igen, valamikor ez a limiter, ez működik, valamikor meg elszáll az agyam, és mindenkit elküldök a búspicsába, és nem azért, mert én akkora nagy ember vagyok, hogy én tudom a legjobban, de vannak olyan kérdések, amiben nálam zéró tolerancia van, ilyen egyébként a gyermekbántalmazás, ilyen egyébként a gyermekeknek a kizsákmányolása az interneten és társai. Miket teszel meg ezekben a számodra rendkívül fontos ügyekben? Én a falon átmegyek, tehát én vagyok az, aki ott ül a rendőrségen, én vagyok az, aki nyomoz, aki anyagot kér be, van egy ilyen e-mail címünk, hogy leleplezés@zsoltany.hu, ahova el tudják küldeni az emberek, hogyha van olyan információk, bármi. Tehát, hogy én simán, és én a nyilvánosság elejét használva, nyilván nem az van, hogy indokolatlanul embereket hogy mondjam, hozok kellemetlen helyzetbe, hanem nyilván megvárva akár a rendőrségi intézkedést és társait, ezeket, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én ilyen házmester vagyok, hogy átlogó diófákat jelentek fel a rendőrségen. Tehát azért nyilván kell egy tehát nálam is van egy lélektani határ. Én is úgy vagyok ezzel, mint Orbán Viktor, hogy a gyerekeinket hagyják békén. Tehát az abban a pillanatban, ahogy gyerekek, fogyatékosok és olyan embereket bántanak, akik vagy még, vagy már nem cselekvőképesek, vagy döntésképesek, és naivak, és befolyásolhatók, ezeken rendszerint felszoktam szólalni, és tényleg amit tudok, azt csinálom. De ezek egyébként, ezek a limitek, amiket mondok, az elején nyilván egy youtuberben, amikor megnézik, mondjuk az van, hogy én viszonylag szerencsés vagyok, mert az első videóimat is ilyen több tízezren nézték már meg. De az, hogy ilyen átlag ilyen 100-200 ezeres nézőszámon van, az szerintem az elmúlt egy évben volt inkább jellemző. Az elején nyilván még hát leszartam, hát most mondtam, amit mondtam, aztán szépen idővel kialakul benned az, amikor látod a visszajelzéseket, a kommenteket, az erről születő cikkeket, tehát sok youtuberrel ellentétben az én videóimból rendszerint születik cikk, és egy ilyen fura átmenet vagyok a tévész celebek és az internetes celebek között, akit a képernyőre nem tettek, de még elbírja a bulvár, a YouTube kifejezetten elbírja, de nem haragszik a YouTube közönsége azért, mert én közben benne vagyok a tévés berkekben. Tehát, hogy egy ilyen... Te magad, hogy ez elmosódott határ. Igen, egyébként valóban, és pont ezt mondom, de ez egyébként nem jó, tehát hogy ez szar, mert hogy a tévéseknél mindig YouTube-os leszek, a YouTube-osoknál mindig tévés leszek. De ez nem baj. Egyébként meg éttermen van, tudod, tehát hogy nem is értem ezt az egészet, hogy amúgy meg vendéglátós vagyok. Ez egy darabig mi ezt tapasztaltuk, hogy volt egy éres határvonal a kettő között, és ment a fújás egymásra. Tehát a youtuberek lenézték és utálták a tévét, meg a tévés arcokat, legalábbis a legnagyobb része, ahogy én tapasztaltam. A tévések meg féltékenységből kezelték le a youtubereket, és aztán ez most már azért így, szerintem ez mondhatjuk, hogy tényleg elmosódtak ezek a határok. Viszont nálad egyébként érdekesség, én ezt figyeltük meg, hogy mondjuk a szponzorációk tekintetében is nagyon sok a tévés formátum. Mármint? Hát, hogy mondjuk a mai adástal nem tudom, kicsoda támogatta, amikor ezt így mondjuk bemondod. Hát, de én ott szocializálódtam, tudod. Hát meg most érted egy spot az elejére, hát az hogy más, hogy tudod? Tehát beülhetnék persze a termékkel az ölembe, vagy nem tudom, vagy moshatnék Bugyi Melltartóban a Bécsi autónál egy Mercedes-t, nem biztos, hogy annyira jól néz neki. Igen, ezek vannak, de hogy ez mennyire tévés, hát igazából el sem gondolkodtam, hogy ez hogy lehetne egy főcím szponzorációt máshogy. Azért
Na például a... Hát, mint ahogy mondjuk a Cinema City is volt, hogy az adás elején volt egy leforgatott kis anyag. Hát az, az volt, de az az intro, tehát hogy ez már igen. az önmagában az intro ugye igen. meg volt csinálva, de ezek 5 másodperces spotok, tehát aha. hogy ezek így is vannak leszerződve, hogy ezek 5 másodperces spotok, és ezeket, hát figyelj, ez a legegyszerűbb, egy állókép, tudod elmondani hozzá szöveget. Nem azért, mert nem szeretünk kreatív tartalmat gyártani, csak mondjuk annak lehet, hogy külön videót szentelünk, meg azért nagyon fontos, hogy mondjuk a Cinema City-nél a helyszínt is biztosítottam. Na most, hogyha az egy kanapénoknál a bécsi autó, mondjuk a Détót Krisztánál tudod, most nem tudom, aha. hogy éppen melyik gyártóval Suzuki. Mozog, Suzukival, most éppen Suzukival, tehát hogy ott ő is a Suzukival leforgatotta, hogy ott ül a kocsin, uh-huh. föltölti a kocsit, mit tudom én, becsukja, kinyitja, beül, kiül, betolja, kitolja, az más, hát ott az autóban történik maga a történet. Na most nálunk a bécsi autóparkkal, ott nem magánál a cégnél történik, hanem ők csak támogattak igazából, az autónkat támogatták mm-hmm. egy évvel ezelőtt, és velük úgy állapodtunk meg, hogy egy évig benne lesznek a műsor elején. Beszéltünk YouTube-ról és tévéről. Én egy kicsit az Instáról kérdeznélek, arról még nem esett szó. Nekem a legszínesebb és legbensőségesebb oldalad egyébként az Insta profilod, mármint az Insta poszt szövegek, tehát uh-huh. nekem nagyon olvasmányosak. Nincs nem is tudom, sok követőm. Nem tudom, hogy gondolkodtál-e egyébként. Én nagyon-nagyon üdítő nekem Instán egyébként a poszt szövegeidet olvasni, és szinte már, hogyha összefűzzük őket, akár egy novella vagy regény is kijönne. De gondolkodtál egyébként azon, hogy írsz? Vagy szeretnél-e írni, vagy fogsz-e, vagy leírod a történetedet? És te rengeteg ember remegne a kiadás napjáig, ha én könyvet írnék. Tehát tényleg egyébként azért annyi mindent láttam életemben, annyi minden voltam, tényleg most legutóbbi Mandiner cikknél írtek, na tipikus liberális életút, ez is már minden volt, csak akasztott ember, nem? Hát nem bazd meg, hát valahogy fönn kellett, életben kellett maradnom, tudod, és ez ilyen egyszerű volt. Valóban biztos, hogy nagyon érdekes történet lenne, meg nagyon sok mindent ki lehetne ebből hozni. Gondoltam rá, időm affinitásom egyáltalán nincs. Ha valaki megírja, azt nagyon megköszönöm tényleg az eddigi videóimból. Az egy maximum majd átveszem, átnézem, azt, de hogy én írjam át, azt egyelőre nem. Az Instagram, amit egyébként nagyon jól látsz, hogy ott... Igen, nekem nincs olyan testem, hogy kitegyem, nincs olyan kép rólam, vagy hogy mondjam, én szerintem egész igyekszem jól kezelni az alakomat ebből a szempontból. Viszont a sztorik valóban, amiket leírok, azok sajátok, és azok lényegesek, és azok megtörténtek, és ezért is van az, hogy például még mit tudom én, YouTube-on lassan 190 ezer követőm van, addig Instagramon szerintem még 60 ezer sincs, 55, 53, 50, nem tudom, hogy hol tartok most jelenleg, mert szerintem YouTube-on sokkal fontosabb a tartalom, mint a külcsíny, az Instagramon pont fordítva sokkal fontosabb a külcsíny, mint a tartalom, és tekerik az emberek a képet, számukra nem érdekes egy, mit tudom én, egy idősebb cigányasszony fekete-fehérben, ők nem tudják, hogy ő az anyám, és hogy milyen történet áll mögötte, tudod. Elolvasni meg nem fogják, mert hosszúakat írok, és hosszú sztorikat írok, és ebben egyébként, de közben meg megnézed, és a reakciók számából ítélve, meg tényleg sok embert, akik követnek, azok közül elér, és mondjuk a 100 akárhány ezres követőjű nagyon helyes, nagyon megfotoshoppolt bodybuilder fiúnak, mit tudom, van 2000, vagy 1500, vagy 3000 elérés, vagy mi a tök, milyen reakció egy képén, és akkor nekem meg szoktam mondani, de neked meg ilyen 6-7-8 ezer van, ugyanannyi a benzin, mondjuk most mindenkinek ugyanannyi, de hogy ugyanannyi a kenyér a boltban, hogyha 8000 like van rajta, mint hogyha csak 2000 lenne rajta. Viszont az Instagram az ilyen szempontból nagyon felületes, és Patrik mindig mondja, hogy sokkal tudatosabban kéne csinálnom, de pont ugyanúgy vagyok vele, mint a YouTube-bal, nem tudom annyira tudatosan csinálni. Tehát, hogy mindent addig tudok csinálni, és csak addig működik, ameddig én azt szeretem és élvezem, és tudom, hogy YouTube-nál is el fog jönni az a pillanat, amikor nem lesz kedvem több videót feltölteni, és tudom, hogy nagyon csalódottak lesznek majd a nézők, de egyszerűen ezt én azt gondolom, hogy ha
hogyha már csak azért csinálod, mert ebből élsz, és tudod, hogy az baj. És én most kb. A felénél tartok. Tehát nálam most van az, hogy valószínűleg, ha a YouTube-ból nem élnék meg, akkor nem tudnám ilyen elánnal csinálni. Ellenben még csinálnám, hogyha nem keresnék belőle egy forintot sem, csak mit tudom, akkor havi egy videó van, nyilván akkor kéne mást is csinálnom mellette. És akkor mi lesz utána? Milyen vállalkozás ötleteid vannak még? Nekem van az étterem. Van most egy éttermem, a jövőben tervezünk tovább lépni ebben a témában. Tényleg elképesztően hálás vagyok a Jóistennek, hogy működik az étterem az első naptól fogva. Tehát, hogy nekünk tudom, hogy nagyon-nagyon sok vendéglátóhely küszködik, és nagyon-nagyon sok vendéglátóhely nem tudja, hogy mihez kezdjen, és tényleg talán azt vendéget szerezni, mondjuk most egyébként munkavállalót szerezni, vagy kollégát szerezni sokkal nehezebb, mint vendéget, de vendéget szerezni is tudom, hogy azért az nagy meló, meg rengeteg pénz. Nekünk azért az étterem az működik, de ez tényleg kellett egy olyan tematika, ami még máshol nincs, olyan ételek, amik még máshol nincsenek. Meg a te elérésed nyilván. És ezt akartam mondani, és ugye az elején az én elérésem. Most már önjáró a marketingünk, tehát most már nekem nem kell megosztanom, beszélnem semmit arról, sőt, valamikor kifejezetten szól az üzletvezető, hogy most eszedbe ne jusson bármit kitenni az étteremről, mert ezen a héten tele vagyunk. Őszi szünetben 7 napból 7 nap teltházas volt, úgyhogy nem tudtuk már kiszolgálni az embereket. Tehát, hogy nem vagyunk egy nagy hely, tehát azért mondjuk az is fontos, hogy nem egy 400 négyzetméteres hodályban szolgáljuk ki az embereket, hanem egy 60 négyzetméteres 12 asztalos vagy 11 asztalos étteremben. Ettől függetlenül nekem ez hatalmas nagy büszkeség, 10 embernek munkát megélhetés biztosítok, pörög az étterem, megy az étterem, egy adott ponton majd a befektetés, és visszajön, utána már lesz belőle nyereség, és szeretnénk ebben tovább lépni. Én ebben tökre látom a jövőmet, de közben meg nyilván, tehát ameddig vannak elérésem, és ameddig tudom, és ameddig eljut emberekhez a szavam, addig meg felelősséget érzek abban, hogy ki is nyissam a számat. Úgyhogy mindig szoktam mondani, hogy majd egyszer lesz egy pont, amikor már nem lesz több videó, vagy nagyon kevés lesz, és szeretem is erre felkészíteni az embereket, hogy ne úgy tervezzenek velem, hogy életük végéig heti 3 videót láthatnak velem, mert ez kivitelezhetetlen, és szeretném az offline világban is legalább ennyire megvetni a lábamat, mint az online térben. De nem gondolkodtál azon, vagy nem látod magadat arra mondjuk így, nem látod magadban a lehetőséget arra, hogy mondjuk csapatot építs, és mondjuk a saját csatornádon úgy szerepelj a műsorod, vagy van egy stábod, aki mondjuk előkészíti a dolgokat, és emellett akkor tudsz kvázi időt felszabadítani, és újabb más éttermetni. Más műsorvezetők, például a Partizánon például, igen, vagy külföldön látni sok helyen. Volt ilyen terv is, de sokakkal ellentétben én nagyon ismerem a Marcit, és én nagyon azt gondolom, hogy nagyon jó baráti kapcsolat is van közöttünk, és nagyon szeretem, és látom azt, hogy ez mit igényel. És egy étterem mellett, egy webshop mellett, a karitatív tevékenységeink mellett, én még azt, hogy a Zsótányból egy rendes, tehát egy Partizán szintű YouTube csatornát stábbal, szerkesztőséggel felépítsek, az lehetetlen. És egyébként tényleg ezért is mondom, hogy le a kalappal a Partizán stábja előtt és a Marci előtt is, hogy amit ők csinálnak, de hogy pontosan látom, hogy ez mit igényel és mit vesz ki egy emberből, és én azt tudom, hogy nekem erre már kapacitásom nincsen. Tehát vendéglátásból még nyitni 1-2-3-at ezzel a tapasztalattal sokkal előrelátóbb és sokkal bölcsebb döntés, mint hogy most a YouTube-ot szélesíteni. Aztán lehet, hogy lesz egy agymenésem, és azt mondom, hogy az meg ide kell egy szerkesztőség. Hozzáteszem, hogy eljutottam odáig 3, már most tudom, mióta csinálom, mi van most, 2020-2014, 3 év alatt eljutottunk odáig, hogy most fölvettünk egy gyakornokot, meg fölvettünk egy segédszerkesztőt. Nagyon nehezen adom ki a kezemből a dolgokat, mert hogy tényleg szeretem, hogyha nálam összpontosul minden, de most az étterem mellett, mit tudom én, ilyen újságcikkeket, infókat, X-faktorral kapcsolatban mindenféle ilyen kutatógyűjtő munkát muszáj volt kiadnom, mert hogy egyszerűen már tényleg nem bírtam. De hogy ebből, hogy egy stáb legyen, nem tudom, tényleg nem, most egyelőre nem, az biztos. De mégiscsak gondolkozol folytatásban, egyéb vállalkozásokban, jövőbeli tervekben? Persze, hát már egyébként a Maci barátom úgy hív, hogy Lölő,
hogy úgy hív, hogy mikor jövök be az új ötletemmel, hogy most mibe fogunk belevágni. Ugye nálunk a Szent Háromság az úgy néz ki, hogy a Patrik, a Maci és én, ugye Patrik a vőlegény, a Maci a legjobb barátom, Maci viszi az éttermet, ő az étteremnek a vezetője, és minden, amilyen vállalkozás vagy terveli kérdés, azt velük egyeztetem, mert nélkülük úgyse tudnám megcsinálni, tehát hogy kell bennük a támogatásuk, vagy így, vagy úgy. És mindig, amikor már mondom, na a Lölő, jövök be, és akkor na a Lölő, már megint mit talál ki, tudod, hogy most ez legyen, most az legyen is. Tök fura, tudod, hogy nem tanultam én ezt sehol, de hogy valamiért meg mégis tök jól működnek az ötleteink, és ezt itt tökre szeretem. Úgyhogy vállalkozásban tényleg bármit el tudok képzelni. Tényleg el tudom képzelni, hogy 20 év múlva már annyi cégem és akkora vagyonom lesz, hogy ez elképzelhetetlen. Szeretném ezt nyilván tisztességesen, és nem mondjuk azért, mert Márki-Zay Péter megnyeri a választásokat, és majd ad nekem néhány állami tendert. Tehát, hogy én ezekben nem tudnék szerintem részt venni. Meg én szeretem azt egyébként. Én csak azt tudom megbecsülni, amit én építettem. Itt a csatornát kapcsán ugye többféle bevételszerzési lehetőséged van. Vannak szponzorációk, ezekről beszéltünk. Ugye itt is van nyilván, ugye, amikor egy márka arca vagy egy komolyabb sztorit meséltek el együtt, mint a Biotechnél, és vannak ezek az egyszerűen általam is tévésnek hívott ilyen spot megjelenések. De ott van például a Patreon, ugye a közösségi finanszírozás, meg ott vannak a hirdetések, amiket ugye a YouTube indít el a videóidat, és ezeknek az a kölcsönhatása, azt figyeltük meg, hogy ugye te nagyon sok olyan lehetőséget adsz a platformnak, a YouTube-nak, hogy hirdetéseket jelenítsen meg, és erre azt mondod a követőidnek, hogy ha ez valakit zavar, akkor szálljon be a közösségi finanszírozásba, fizessen elő, és akkor ugye nincsenek reklámok. Hát vagy szálljon be a YouTube prémiumba. Vagy a YouTube prémiumba, igen. Van webshop is, ugye. Uh-huh. Nagyjából ezt így elárulható a közönségnek, hogy mondjuk milyen arányúak a bevételeid, mennyi jön a közösségi finanszírozásból, mennyi jön a szponzorációkból, mennyi jön a hirdetésekből, nem forintálisan, hanem hogyha mondjuk ez egy torta. Hát az étteremből, vagy most csak az online? Most az online-ra vagyok. Most csak az online. Az online-ból, hát az úgy néz ki, hogy a YouTube az mondjuk 50 szponzorációk, mit tudom én, 25. A Patreon az nagyon kevés. A Patreonban még számszerűleg is el tudom neked mondani, hogy szerintem 150 ezer forint, 150-200 ezer forint jön össze, és most ez a nagyon kevés, aj, bazd meg, nem. Tehát, hogy igen, nem Friderikus kiflitol, vagy a félreértés ne essék. Tehát, hogy a nagyon kevés, és nekem mindig az ugrik be, hogy a Partizánnak a Patreonja, nekem az az etalon. Aha. Tehát, hogy a Partizánnak a Patreonja. De ott nincs szponzi. Ott nincsen szponzi, de ott van 10 millió forint havonta a Patreonból. Tehát, hogy azért az, na, ahhoz képest kevés a 200 ezer. Meg ahhoz képest is, hogy általában egyébként mi a Patreon támogatásokat, azokat jótékony célra fordítjuk. Uh-huh. És mondjuk simán lehetne akár 1 millió is a Patreon, és akkor annyival több lenne. De hát nem tudom, így az online térben, ja, hogy még a webshop. A webshop az... Megéri üzemeltetni egyébként webshopon? Szerintem meg. Hát, hogyha csak azt számolod, hogy vannak ezek a különböző ilyen videós platformok, ők eladnak nálunk egy pulóver, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk nálunk kerül egy pulóver 5 forintba, azon a webshopon meg kerül 13 forintba. Nem értjük, hogy miért. És ebből a tartalomgyártó kap, mit tudom én, 20-30%-ot. És nálunk meg egyébként úgy van, hogy mi megcsináltuk a saját kollekciónkat, föltöltöttük, nem egyébként nem hozzánk kötődő feltétlenül, tehát nem ilyen Zsótáimos vagy Osvárd Zsolt is, vagy ilyen személykultuszra épülő termékeink vannak, hanem mindenféle ilyen idézetes pólók, meg formák, meg van művész kislány, aki csinált ilyen dolgokat, de hogy is azt látjuk, hogy igazából annyi befektetett munkát nem igényel, mint amennyit, tehát megéri csinálni, mert hogy a befektetett munka, amit igényel, ahhoz képest amennyit keresünk belőle, ahhoz képest szerintem ez egy működő dolog, meg
meg azért egy nyomot hagyunk ezzel. Tehát ez egy jó dolog, mert ott vannak a pólóink. Tök jó látni, ha szembe jön veled az utcán egy ilyen, aha, vagy hogy olyan pólóba jönnek az étteremben, nagyon sokan szoktak. Ezt akartam kérdezni, hogy étterembe lehet kapni esetleg a termékeket? Nem, de ott át lehet venni. Aha. Tehát ott nem. Nem, ott az étteremben még annyi minden van. Hát csiliárdokért bevásároltam mindenféle unikornisos szar, de tényleg, amit el tudsz képzelni, gondolsz valamire, és nekünk az megvan unikornisba, a radírtól elkezdve a bögrén át, a mamuszig, a kínálótálig, a gyűrűtartóig, a notesz, a toll, a kilincs, a minden van, érted? És nem jutottunk még el, fél éve van nyitva az étterem, de nem jutottunk még el odáig, hogy ezeket befotózzuk, föltegyük a webshopba, kitegyük egy vitrínbe, hogy ezeket meg lehet vásárolni. Aha. Bevásároltam megint csak csiliárdokért különböző szülinapi dekorokat, de tényleg, tehát olyan, tehát valaki jön hozzánk, és olyanra föl tudjuk díszíteni az éttermet, mint Hollywoodban. De nem tudom befotózni sem, meg alkalmam sincs erre, hogy elmondjam, hogy egyébként van egy ilyen lehetőség, és ott áll három ekkora ilyen big bagbe a születésnapi dekor, héliumos, unikornisos lufitól elkezdve minden szírszarig, mert egyszerűen tényleg annak örülünk, ha szezonálisan ki tudjuk dekorálni az éttermet, Halloweenra, őszre, karácsonyra, mert hogy egyszerűen most már érezzük azt, hogy hát egy kicsit túlvállaltuk magunkat, mondom, azért is vettünk fel különböző pozíciókra embereket. Szóval, hogy visszatérve a kérdésedre, akkor inkább azt mondom, hogy a YouTube az legyen a 60. Mondtam, hogy diszkalkuliás nem vagyok. Nem fog kérni a 100 a végén, sehogy nem jön ki a 100. Akkor a legnagyobbtól a legkisebbig, és nem igen, kell mondani hát a YouTube-on, számokat. Jó, 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 az úgy jó. A YouTube-ból keresem nyilván a legtöbbet, aztán a szponzorációkból, aztán a webshopból, aztán a Patreonból, vagy Patreon és a webshopból nagyjából az egyébként ilyen ugyanaz. De a Patreon-t azt mondom, nem tudom ide számolni, mert pont most hívtuk le a Patreon összeget a Cherry Time-nak a számlájára, tehát hogy megvártuk, még összegyűlik egy nagyobb összeg, és akkor lehívjuk egy non-profit számlára. Igazából a Patreon-t az Patriknak az érdemem, én azt mondtam neki, hogy ami a Patreonra jön, az minden a te félretett pénzed, hogy amire szeretnél, az legyen ott neked, és ő mondta, hogy toljuk bele a Cherry Time-ba, és mondtam, hogy oké. Okay. És akkor az így. És a Soros Gyuri bárcsitól érkező utalások, azok hol helyezkednek el? Az a legnagyobb, de hát most az online-ról volt szó, ez meg Nokia-s dobozban jön. Említetted a karitatív tevékenységeiteket. Mire vagy a legbüszkébb? Amikor egy nagyobb adományból sikerült megvenni az autónkat. Nem. nem, de ez a kedvenc kommentem, hogy tavaly háromszor cseréltetek autót, karitatív, mi? Hát igen, bazd meg, de abból mondjuk kettő szponzor volt, tehát, hogy és a harmadiknak is a fele. Tehát, na mindegy. De a legbüszkébb, azért mi elég pró dolgokat csináltunk, tehát nekünk igazából minden szerveződésünk szerintem kurva jó, és pláne az egészben a nagyon jó, hogy itt nem áll egy ilyen hatalmas mit tudom én, korrupt karitatív szervezet, tudod, aminek ott van nem tudom hány száz milliója, de mégis rohad a festék a kutya kenelen, de hogy szerintem a tavalyi ilyen a vlogmeszünk, az abban úgy minden nagyon jó volt. Amikor hajléktalanoknak osztottunk ételt, szerintem az is nagyon cool volt. Ott egyébként, már nem is tudom, vagy 500 vagy 1000 embert etettünk meg, nem annyian álltak sorba, hanem így vittük körbe a Máltai Szeretett Szolgálat különböző ilyen helyeire, nagy badellákba az ételeket. Ami a legdurvábban, vagy ami számomra legmélyebb volt, és legmeghatóbb, ez nyilván a gyermekotthonom, ahova visszamentem, ahol én felnőttem, és akkor ott vittem, ott sokszor sírtam, meg amikor megnyílt az étterem, akkor én meghívtam őket, meg majd jönnek most karácsonykor is, meg egyébként az jutalom az intézetben, a gyermekotthonban az jutalomként tették fel, van ilyen pontozási rendszerük, és az unikornisban való ebéd vagy vacsora az jutalomként szerepel. Igazából mindenre nagyon büszke vagyok, de ez azért nagyon fontos, hogy ennek mondjuk én csak az értelmi szerzője vagyok, tehát hogy én ülhetnék és gondolhatnék arra, hogy jaj, de kurva jó lenne megetetni 100 vagy 1000 hajléktalant, vagy jaj, de kurva jó lenne vinni laptopokat a gyermekotthonba, de
ez tényleg a legutolsó emberig is, aki mondjuk a laptop szalon, aki adott 10% kedvezményt, neki is megköszönöm, és ezek nem a nagy szakik, tehát nem a laptop.hu meg a notebook.hu vissza se írtak hallani, sem akartak rólunk, amikor már visszaírtak, sem akartak hallani rólunk, tehát hogy itt azért nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a Bihajbasznak, de tényleg Szabolcs megyei, mit tudom én, laptop.uv.comper.hb-ben, mit tudom én, hogy kinél tényleg rendeltünk egy sufniból ilyen felújított, de nagyon jó gépeket, és elmondtam neki, hogy mire kell, és ő volt az, aki azt mondta, hogy ja persze, hát figyelj, nekem is ennyibe van ez a gép, de akkor ennyit tudok belőle biztosítani. Érted? És nem kért érte reklámot, de hát természetesen bemondtuk, hogy honnan van a gép. Úgyhogy, és amúgy az általánosságban, de rögtön a Cinema City például fölhívtam, kérhetek egy rakat jegyet, persze Zsolti. Tehát, hogy ezek tök bécsi autó adta az elektromos nagy teherautót, amivel tudtuk vinni ki az ételeket mindenhova. Tehát, hogy ez tényleg mindenkinek köszönhet. Az, hogy ezt megszervezem, meg az arca mondjuk, ez az egészből ennyi. Az, hogy ez létrejön, ez nagyon-nagyon sok dolog. Ez mindenkinek, és hát nyilván a követők, akik tavaly, míg én bepálinkáztam, ők 1 millió forintot összeszedtek azért live-onban. Tehát azért ez egy azért magyar YouTube rekord. Igen, abszolút. Hogyan lehet csatlakozni hozzád? A Cherry Time-nak van az oldalán egy ilyen jelentkezési lap. Vannak egyébként önkénteseink, van Facebook csoportunk is, ami most halott, mert ugye az irodát csináltuk meg, ami majd hamarosan kiderül, hogy mi lesz belőle, vagy mi lett belőle. De egyébként meg van ilyen a segítségkukac, zsoltime.hu, meg van olyan, hogy helpkukac, meg itt meg hellokukac, igazából mindenhol el lehet érni. Tehát az, aki fel akar ajánlani, az el tud minket érni. Meg az, akinek segítségre van szükség, és segítségre szorul, hál' Istennek, az is el tud minket érni. Míg mondjuk tényleg van olyan, hogy szponzorációs lehetőségeket, azokat nem nyitunk meg, abban biztos lehet valaki, hogyha segítségre van szüksége, azt valamelyikünk észreveszi, tehát többen nézzük az e-mailt, és előbb-utóbb. Nem mindig előbb, tehát van olyan, hogy tényleg, hogy azért nekünk is ez idő, de azért nem mindig olyan egyszerű, mit tudom én, 5 mázsa tűzifát elszállítani nagy káta mellé, mert azért innen Budapestre ezt koordinálni nehéz, de azért azt gondolom, hogy aki segítséget kér, kicsit olyanok vagyunk, mint a Roxford, hogy aki segítséget kér, az kap is, és bízom benne, hogy ez így tud maradni. Ameddig nekem van zsetonom, ameddig tudok erre én elkülöníteni, addig ezeknek az embereknek is lesz segítségük. És aki lelki vagy mentális egészsége kapcsán keres meg téged, ugye volt egy videód a búcsúlevél, Lesz annak még. Kapcsán gondolom nagyon-nagyon sokan írtak neked. Hogyan? Talán az volt a legtöbb, igen, az mindig egy nagyon-nagyon borzasztó felismerés, hogy mennyi szörnyűség van, akár az országban is, ugye még csak nem is kell azt mondani, hogy a világban, mert az országban is, hogy mennyi szörnyűség van. Figyelj, tehát én lelki és mentális segítséget nem tudok biztosítani, meg nem tudok, tehát szakképesítés hiányában, sőt, aki meg szokott ezzel keresni, azt mondom nyilván, hogyha le akarsz ugrani egy háznak a tetejéről, és én vagyok az utolsó lehetőség, vagy aki eszedbe jut, hívjál fel, megpróbálok róla lebeszélni, de ne jussunk el addig, hogy fölmész arra a háznak a tetejére. Ebbe viszont tehát én nem tudok, még nem is akarok tanácsot adni, meg hát ki vagyok én, hát nem is tudok ebbe felelősséget vállalni. Hát de egy felhívást intéztél ugye az emberek a követőid felé, hogy írják meg a történeteiket. Tehát ez már alapvetően egy olyan felelősségvállalás, ami nagyon komoly dolog. Igen, de azt is elmondtam, hogy ezt a történetet ezt azért írják meg, hogy ebből egy edukációs videót tudjak készíteni. Hogyha valaki nyilván odaírja, hogy és ha esetleg tudnál segíteni, hogy tudnál ajánlani egy jó pszichológus, pszichiátert, akkor ezt lehetséges. De én ezekre a levelekre nem válaszolok. Egyikre sem. Tehát én ezeket, sőt, ugye van olyan, amit el se olvasok, de bocsánat, nem. Tehát olyan nincs, amit nem olvasok. Én mindegyik levelet elolvasom. Volt olyan egyébként, aminek abba hagytam az olvasását, mert annyira durva volt, hogy nem éreztem azt, hogy én tovább tudok ebben a történetben menni. De például az, hogy melyiket teszem be a videóba, azt így kattingatom, bepipálgatom. Tehát így megyek, görgetem le, és akkor pipálgatom, és teljesen véletlenszerűen választom ki, hogy mi kerül be, de válaszolni soha nem válaszolok a levelekre. Hogyha van benne kérdés, vagy olyan segítségkérés, akkor igen, de az nem az én asztalom. Leszoktam tenni egyébként a lelkisegélyszolgálat telefonszámát, ezt többször kiírom, ahova lehet telefonálni, de, és ezt nagyon veszélyesnek is tartom, hogy olyan szerepben tetszelegjek, hogy nem tudom,
mint Szabó Péter, akit ha meghallgatsz, akkor elmúlik a rák. Én nem, sajnos én nem rendelkezem ilyen kiváló képességekkel, nem vagyok életvezetési tanácsadó, nem vagyok coach, nem vagyok pszichiáter, pszichológus, de leginkább nem vagyok egy kókler. Ezeket a történeteket azért kérem, hogy ezekből tanulva, és akár egyébként tényleg meghökkentve az embereket, felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy minden olyan kurva happy, ahogy látod te azt a karácsonyi Coca-Cola reklámban. Tehát, hogy kicsit rázzák fel magukat az emberek, és nézzék azokat a jeleket a szülők. Mert lehet, hogy leírja nekem valaki, hogy hazamentem, és elkezdtem vagdosni a kezemet, és akkor elkezdtem olyan pólót hordani, olyan karkötőt hordani, hogy a szüleim ne vegyék észre. Hazamegy a gyerek az iskolából, látja, hogy elkezd olyan, hogy fölhúzza, megnézi. Tehát, hogy akkor, és volt is ilyen eset egyébként, aki írt nekem szülő, hogy nem tudtam, hogy miért hord mindig kezes lábast a lánya, meg még este is pizsamának is, és olyan fura volt, de hát gondoltam, hogy kamaszodik, takarja a cicijét, stb., hogy ez neki így a komfortos. Megnéztem a videódat, és csak kíváncsiságból felhúztam a pólóját, és láttam, hogy vagdossa magát, és onnantól vitték el őt pszichológushoz. Tehát ezek a történetek erre jók. Nem Hajdú Péter célból csinálom őket, meg pláne nem azért, hogy engem emberek megkeressenek, hogy különböző problémákkal. Van olyan, aki megkeresett, van olyan, aki bejött az étterembe, és ott keresett meg. Volt olyan is, akinek még egyeztettem is egyébként egy pszichológussal, aki azt tanácsolta, amit én ezt elmondtam neki, de hogy ennyi. És én ezeket mindig mondom, hogy mosom is a kezemet, hogy légy színe engem, mert én erre nem vagyok kompetens. Generációkat össze tudsz hozni ilyen szempontból? Uh-huh. Tehát ilyen problémákat ugye feltársz, és ugye említetted, hogy azért a 40-50-es korosztály is jelen van a csatornán. Hogyne. Tehát, persze. Hogy ez egy célod tulajdonképpen, hogy akik írnak, azok mondjuk az a korosztály, akiket nem ért meg a 40-es, 50-es korosztály, és akkor itt talán egy picit ezzel közelebb tudod őket egymáshoz hozni. Igen, hát pont az, én is pont abban a korban vagyok, ugye ma holnap 30, és tehát pont abban a korban vagyok, hogy még a 20 évesek is megértik, amit mondok, és már az 50-esek is. Tehát, hogy egy pont ezt a skálát, és szerintem igen. Amúgy én nem szoktam közönségtalálkozót tartani, mert nem vagyok ennek az ilyen értelmetlen celebsimogatónak a híve, de rengetegen kérik, hogy valamit egyszer hozzunk már össze, és múltkor Fóki Csopi Ádi egy tök jó ilyen közönségtalálkozót összehozott, ahol nyilván én voltam a sztár vendég, na mindegy, de egyébként tényleg ott nagyon cukik voltak, mikor oda mentem, és láttam, és kíváncsi lennék, hogy az én közönség találkozómon, mert biztos vagyok benne, hogy ott tényleg látnék kis körömcipős, borítéktáskás nénit is, és biztos, hogy látnék 16-17 éves kis srácokat, lányokat is. Kereplős ellentüntetőket is esetleg. Meg leginkább, igen, Novák Elődéket, ahogy éppen zászló rudat lopnak. Úgyhogy hát ja, igen, mindenkit. Én tényleg, hogy mondjam, ha hirdető barát nem is, de felhasználó barátnak lehet nevezni, mert tényleg minden korosztály meg tudja találni azt a videót, vagy azt az öt mondatot részemről, amit, és ezt hozzáteszem, hogy ez nem a zsenialitásomnak köszönhető, hanem tényleg nagyon régóta úgy élem az életemet, hogy igyekszem magamat mindenkivel megértetni. És ez így rám ragadt. Hát felhasználó barát vagy, azt megtudtuk, hogy nem a számok az erősségeid, ez kiderült, de nézzük meg, hogy állsz az asszociációval, hogyha benne vagy, egy kicsi játék, ilyen trükkösen átvezettem. Ezt egyébként tőled lestem el, ez a miniszterelnök. Szívesen adok bárkinek. Miniszterelnök jelölti vitákban volt ez a formátum, ez a Vita játék. Nem volt nálam. Nálam izév, csak ilyen beszélgetés. Interjú, vagy. Igen, bocsánat. Tehát interjú sem volt beszélgetés. Nem szeretem, ha interjúnak hívják, mert az interjú az a riporterek. Beszélgetés. Igen, az interjút az riporterek csinálják, meg újságírók, én pedig egyik sem vagyok, úgyhogy és nem szeretném, hogy valaki felelősségre vonna egyszer, hogy az interjú iratlan és írott szabályait nem tartottad be. Mivel nem ismerem őket, ezért én nem is tudom betartani. Igen? Mosott kezeidet. Igen. Mondok neked szavakat, és az van a kérésem, hogy mondd egy valami eszedbe jut, jó? Jó. Oké, okay. Tévé. Gyurcsány. Igen, nem. Tévé? Hát RTL. Hát mondjuk ez, igen. Oké, okay. YouTube?
Gyurcs, nem. Ezt egyik tényleg egy a YouTube? Hát nekem a Marci. Aha, Partizán, Gulyás Marci. Igen. TikTok? Valamiért a Whisperton, de ne kövezzetek meg ezért, mindig, amikor valami TikToker. TikTok, igen, Whisperton és a Jenny. Hát az, hogy Alfa Omegája, igen, elkövetője. Ja, az egyik elkövetője. Meg a Szomjas Jenny, de őt kifejezetten egyébként szeretem is. Tehát, hogyha, de valami a TikTok, akkor az mindig Whisperton. Tényleg, ti voltatok együtt nyaralni? Voltunk. Tehát ennyire jóban vagytok egyébként? Nem feltétlenül. Mármint, hogy tehát nem járunk össze naponta, de hogy kedveljük egymást, meg egyébként tök jók a Jennynek az energiái, de hát azért az látszik, hogy van közöttünk 10 év kb., vagy nem tudom, hogy hány éves, mindegy. Hát én úgy éreztem, hogy 10, hogy nagyon sok energiája van, tudod ő, ami egyébként nyilván engem egy kicsit megfiatalított, és voltak olyan dolgok, például bementünk Olaszországba, elkezdtünk szikláról ugrálni a tengerbe, egy olyan tengerbe, ahova egyébként szerintem nem kellett volna egyáltalán bemennünk, és tök felelőtlen volt, és hozzátenném, nem is jött a csapatból senki rajtunk kívül, de Jennyvel minden olyan őrültséget meg lehet csinálni, és bementünk, és elkezdtünk szikláról ugrálni, de fél szétkaszabolt minket. Tehát ugye darabokat vágott ki a szikla a Jennyből, akkora hullámok lettek, mikor oda indultunk, akkor nem volt, de ez ott kicsit halálfélelmem volt, és azt láttam, hogy a Jenny még, amikor így dobálja a hullám, és már így fulladozik, nem kis mosolyog fel. Mondom, az egész hogy csinálja, tudod, mindjárt meghal, de mosolyog. És azt éreztem, hát influencer. Hogy... Persze, értem, de nem volt. Piranyák csipkedik a térdét, volt... akkor is. Jó, de nem volt kamera, csak én, tudod, és de azért egy meleg helyzet volt, mert ráadásul nem tudtam neki segíteni, mert én már kint voltam, de ha beljebb megyek, visszaesek, és éreztem, hogy az én kondíciómmal még egy kört ebből nem tudok csinálni, tehát akkor én ott maradok, és közben azt mondtam, hogy és akkor valahogy megpróbáltam így megfogni a lábamat, beakasztani, és így nyújtani neki a kezemet, de valahogy ő kijött, az egy nagyon durva sztori volt, és így mindig mondom, így elmesélve, hogy persze így nevetünk rajta, de akkor nekem konkrétan tényleg halálfélelmem volt, hogy, és nem is az én halálomtól féltem inkább, hanem tényleg a Jennyétől, de az még akkor is mosolygott. És kb. Egyébként a Jennyre minden ez igaz, hogy tényleg nagyon jó energiái vannak. Szerintem én de is ez ilyes, rólad is ilyen, elmondható. Ilyen lehettem fiatalon. Igen, ezt akartam kérdezni, te is így mentél előre. Igen, igen. Annyi különbség, hogy én már tényleg 30 vagyok, nagyon rajta még nincs akkora felelősség, tudod? Tehát, hogy, és most itt nem arra gondolok, tehát nincs, mit tudom én, lehet, hogy 10 év múlva neki is lesz majd X vállalkozása, neki is lesz majd egy csomó minden, amit csinálnia kell, és már sokkal megfontoltabb lesz ebből a szempontból. Minden esetre, ha választhatnék egy 20 éves életet, akkor a Szomjas Jennifer élete lenne abszolút. Ja, bocsánat, igen. Következő szavunk a felelősség. Jaj, de jó. Gyerek. A következő szavunk Orbán. Aj, ne. De fura. Annyi minden egyébként, annyi minden eszembe jut. Nem tudom, mi volt az első, ami eszembe jutott. Hát, de biztos a csalódás. Ja. Vagy csalódás. Csinálnál vele interjút egyébként szívesen? Interjút nem tudok, mert nem vagyok újságíró. Bocsánat, akkor beszélgetnél vele zokniban egy kanapén. Csak egy zokniban? Csak egy zokniban. Igen, és kicsit tartok is tőle, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon magával tudna ragadni a személyet, tehát hogy ő is tipikusan az a politikus, aki nagyon könnyen manipulál embereket, és biztos, hogy nem tudna meggyőzni az igazáról, de tudna az általa, vagy az iránta érzett ellenszenvemen valamennyit csorbítani. Persze egyébként, hát jaj, bocs, beszélgetnék én vele, hát volt is erre megkeresés, de nem azért a jobb oldal részéről ez nem, hogy mondjam, nekik ez nem fontos. Politikusok ellenzékben nyilván jobban keresik a nyilvánosságot, mint a kormánypárti politikusok. Következő, amire szeretném, hogy asszociálja, Gyurcsány. Fercsi. Hát Fercsi. 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 Igen, nekem abszolút Fercsi. Mindig nagyon sokat kapok ezért, de hogy baszki, most a politikától eltekintve
én egy jó fej embernek tartom, és lehet írni kommentben, hogy jó fej, jó kilövette az embereknek a szemét. Igen, ő személyesen ment és lőtte ki embereknek a szemét, majd később zárta be őket egy pincébe, és német juhászokkal szaggatott ki belőlük darabokat. Igen, nem tudom. Tényleg ez, hogy ilyen, vagy az, hogy influencer, még az is jó. Uh-huh. Gyurcsány, az influencer, az jó. Oké, okay. Márki-Zay. Remény. Következő szavunk, és akkor elkanyarodunk a politikai témától. Következő szó, szülő. Hát, hiány, nem tudom. Ja, egy hiányérzet, vagy saját kérdőjel. Saját magadban a hiányérzet, vagy? Tehát úgy érve, mint saját szülő irányába, vagy a saját szülőséged irányában? Mind a kettő. Hát persze nyilván, hogy én se tudok egyelőre még az lenni, és nekem se voltak nagyon. De azért az minden esetre egy nagyon durva én felismerés, még 30 évesen is vannak felismerés, hogy bazd meg, így működik egy család. Tudod? Tehát, hogy így, hogy ja, hogy így azért vannak. A vőlegényemnek nagyon jó családja van, és azért náluk sokat tanulunk egy családnak a logisztikájából, összetételéből, nyilván ugye apa, anya természetesen, de hogy, ja, igen, hát a hiányérzet leginkább. Jó, és akkor még egy utolsót, példakép. Mm-hmm. Hát az én példaképem mindig azt tudom mondani, hogy Albus Dumbledore, én nekem ő nagyon, az ő karaktere az egy az korrekt. Tehát tudod, a... És mit gondolsz arra, hogy házi manók főzték a Roxfordban éveken keresztül a vacsorát, kizsákmányolt házi manó? Hát nem tudom, erről a mérőbelával kéne beszélgetnem még egy kicsit, hogy látja ezeket. Bocsánat. A házi manók alapjáraton, tehát hogyha nem is az Roxfordban ők főzik, alapból is ők kizsákmányolt, ők erre vannak. Igen. Erre vannak sajnos. De bocsánat, nem akartam elpoinkodni, szóval, hogy Albus Dumbledore-t említette. Igen. Ő az a karakter, és most már azért valamiért az annyira csodálatos, hogy nyilván az, hogy te vagy a világon a legokosabb, azért az önmagában nagyon imponáló. Az, hogy milyen áldozatokat tudsz meghozni egy nagyobb jóért, ebben ő teljesen élen jár. Mennyi mindenről tudsz lemondani, és hát ugye az egész karakter. Tehát szerintem ő a tökéletes férfi. Mindenkiben. Tehát, hogy azok a tulajdonságok, amivel ő bele van gyúrva, azok csak így vagy-vagy vannak meg ő benne, meg így megvan minden. Tehát, hogy így a személyisége. Nem tudom. Élő embert még nem találtam, akire így példaképként tekinthetnék, de Dumbledore személye az mindig nagyon, nagyon izgalmasnak. Megmondom, tényleg ez talán a legjobb szó, hogy nagyon korrekt, meg nagyon tökéletesnek. Egyébként hozzáteszem, a tökéletlenségével együtt is nagyon tökéletesnek hat. Neked mi az a nagyobb jó? Hát, hogy nagyobb jó van-e, azt nem tudom, sok kicsi jó van, amiért időnként sok mindent feláldozok, olyan dolgokat is feláldozok, amit mondjuk magamtól vagy a szeretteimtől veszek el. Valamiért van bennem ez a... Nem tudom, hogy hívják ezt. Nem is feltétlenül küldetéstudatnak, hanem az a kurva nagy igazságérzet, hogy egyszer olyan dolgok ki tudnak borítani, és tényleg olyan dolgokra szánok időt, meg energiát, amiken más itt tökre elsikkad, vagy tökre így átmegy. Tehát lehet, hogy pont egyébként azt kéne, hogy ezeket a kisebb dolgokat, és akkor egy nagyra koncentrálni, de ilyen világmegváltó terveim nincsenek, tehát hogy én így a környezetemben próbálok változtatni bizonyos dolgokon, meg hát a csatornámmal, a gondolataim által. Aztán, hogy ez jó irány, vagy rossz irány, ez ki fog derülni. Zsolt, én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert szerintem
Az őszintességednek, meg a szókimondásodnak köszönhetően ez egy nagyon-nagyon király epizód lesz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Hát nagyon szívesen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Elköszönünk. Köszönjük el. A búcsúnak. Hát ez volt az Influencer Podcast harmadik epizódja, és arra szeretnénk biztatni mindenkit, hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kövessétek a YouTube csatornánkat, kövessetek minket a különböző streaming platformokon, hogyha esetleg eddig Zsoltit nem követtétek, akkor kövessétek Zsolti munkásságát is. És, ember. 13. 13. Igen, igen, igen. És külön ajánljuk azokat a karitatív aktivitásokat, amiket Zsolti hirdet, hogy csatlakozzatok hozzá, nyilván egy karácsony közelettével is. Lecserélnénk az autót, igen. Lesz majd így van, szeretnének Zsolti is. Igen, negyedszerre. És hát két hét múlva újra találkozunk, addig is pedig mindenki vigyázzon magára. Sziasztok! Sziasztok! Hello.